Idős gondozás, fogyatékkal élő képzése és foglalkoztatása, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára szervezett programok, otthoni beteggondozás és még sok más program, rendezvény és projekt keretében dolgozik együtt Hargita megye tanácsa és a gyulafehérvári Caritas. Az eredményekről sajtótájékoztatón számoltak be. Nagyobb türelemre, odaadásra, illetve felelősségvállalásra van szükség. Nem csupán intézményi szinten, hanem az egyének részéről is szükség van a szemléletváltásra, arra, hogy türelemmel, elfogadással forduljunk az elesettek, az idősek, a betegek felé. Hangsúlyozta Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke azon a sajtótájékoztatón, ahol a gyulafehérvári Caritas és Hargita megye tanácsa együttműködéséről számoltak be. A két intézmény 20 éve dolgozik közösen számos projektben. Ezek közül az otthoni beteggondozást támogatja legnagyobb összeggel Hargita megye tanácsa, de hasonlóképpen forrás biztosít a fogyatékkal élő fiatalok képzéséhez, fiatalok és gyermekek különböző programjaira, idősek számára szervezett rendezvényekhez. Hiszen az elmúlt 20 évben a gyulafehérvári Caritas sok olyan szociális szolgáltatást vezetett be, többek között Hargita megye számos településén is, amely a bajba jutott emberek gondjait próbálja enyhíteni. Nem vagyunk az útnak a végén, nagyon sok kihívás van előttünk. Ezeknek a szolgáltatásoknak egy állandóságot kell biztosítani, amit civil szervezetként nagyon nehezen tudunk megoldani, nagyon sok pénzügyi gonddal küzdködünk, szakember hiánnyal, de hiszük azt, hogy ha céljaink előre mutatnak, hogyha a közösséget szolgálják ezek a célok, akkor igenis van jövő. Hogyha jó indulatlan és szerénységgel és alázattal áll mindenki a munkához, akkor van amit tenni, és Elekes Zoltán, a Hargita megye tanácsa alintézményeként működő szociális és gyermekvédelmi igazgatóság vezetője a két intézmény közötti együttműködést méltatta. Úgy értékelni minden jó házasságot, hogy sikerült mindig, akár a kisebb nézeteltéréseink is voltak, mindig a közös dolgot előbbre tenni, és kiegészíteni egymásnak a munkáját, értékelni egymásnak a munkáját. Hát a, úgymond a hivatalos viszonyon túl egy baráti viszonyt is kialakítani az együttműködő felek között. Úgy gondolom, ez egy siker történet. Hargita megye tanácsa a gyulafehérvári Caritas programjaira és a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal közösen szervezett projektjeire 2021-ben összesen közel 1 millió lejt fordított.